más jellegű, mint egy bajnoki mérkőzés, itt úgy nincs nagy nyomás a csapaton. A másik két bajnokságban mind a kettő, illetve igen, mind a kettő ilyen bajnoki címért megyünk, meg szerencsére még 100%-osak is vagyunk. Ez meg igazából egy edző mérkőzés, egy kihívás a srácoknak, másik országba jövő nemzetközi ellenféllel játszhatnak, kipróbálhatják magukat, ez szerintem extra motiváció nekik. Ez a negyedik alkalom, hogy Budapesten vagyunk az iskolánkkal. Bent lakásos iskolában élünk, azért jöttünk ide, hogy megnézzük Budapestet és játszunk néhány kézilabda mérkőzést. Érdekes találkozó lesz, mivel korábban még nem játszottunk a BVSC-vel. Ez lesz az első alkalom. Jó meccset várunk egy új ellenféllel szemben. Kíváncsiak vagyunk, hogy ebbe a korosztályban ők hol tartanak ilyenkor. Ugye teljesen más a képzési rendszer, nálunk már sokkal hamarabb elkezdik itt a kézilabdát a gyerekek. Náluk azért máshogy működik, inkább az egyéni képzésen van a hangsúly. Meglátjuk, hogy ők majd éppen hogy állnak. Kíváncsi vagyok nagyon. Meg az, hogy a mi teljesítményünk, az mire lehet tényleg elég ellenük. Egyénileg gyakoroljuk, hogy mit kell csinálnunk, és természetesen csapatként is, mivel ők még csak 3 hónapja vannak együtt. Úgyhogy még mindig új csapatunk van, tehát sokat kell még tanulnunk csapatként. Az a fontos, hogy együtt játszunk.